gratulálok a teljesítményedhez, dupla és gólpassz. Mit jelent ez személyesen neked? Kezdjük ezzel. Személyesen nagyon fontos volt, úgy gondolom, hogy ott fog tenni az önbizalmamnak, kellett már a gól, úgyhogy örülök neki. Csak nem elbizonytalanodtál magadban? Nem, ezt nem mondanám. Egyáltalán tudtam, hogy jönni fog előbb-utóbb a gól, de örülök, hogy most így az utolsó felkészülési mérkőzésen. Mitől működött szerinted most sokkal jobban a támadó játékunk, főleg az első harmadában a mérkőzésnek? Nem tudom, úgy gondolom, hogy jól átbeszéltük itt az első mérkőzés után a dolgokat, taktikailag edzettünk, készültünk, úgyhogy úgy gondolom, ma minden klap volt az első félidőben. Látványosan jobban jöttek a beívelések. Igen, igen, többször tudtunk oda kerülni a kapu elé, így engem is megtaláltak, úgyhogy örülök, hogy teljes is tudtam szerezni. Kaptok egy löketet most a közönségtől, milyen érzésekkel várod az Európa-bajnokságot? Mit viszel magaddal innen Debrecenből? Így még mondjuk Varga gólt nem ünnepeltek Debrecenben szerintem. Igen, valószínűleg nem. Hát tényleg fantasztikus a közönség, és tudjuk, hogy nagyon várakoznak ők is az Európa-bajnokságra, úgyhogy próbáljuk majd a lehető legjobbunkat nyújtani. Meglátjuk. Szurkolunk, köszönjük szépen.